Idén is megrendezésre került a Viva Comet. A nyertesek megkapták gömbjeiket, utána pedig buliztak egy nagyot. Nézzétek meg, hogy milyen is volt ez. Mutasd meg a balherédet, azt megnézik biztos annyian. A tiédet biztos, enyémet sajnos. Picit érdekesebb is a balheréd, mint a dobben, úgyhogy abszolút. Azt vettem észre, hogy a srácok azok mindenki ilyen tértgagyában van, a csajok viszont koktélruhába kiöltözve csinosan. Úgyhogy most ez a trendi. Mit nézel meg ilyenkor először a csajokon? Hát a kakilójukat, hát mit néznék meg, hát nyilvánvalóan. És mit vársz a bulitól? Hát nézzük csak, új ismerettségeket, barátokat, és nagyon jó hangulatot. Mi újság Justin Bieberrel? Ahol semmi. Ezt egy indiai divat tervező tervezte. A Francesco de la... Igen, igen, de a spanyol. Az újságok hazudnak mindig. Nem mondom, hogy mindig hazudnak, de hogyha rólam van szó és fiúkról, akkor igen. Hát valaki botladozik, figyelj, kamerázz, baléva! Balé, vedd a balét, vedd a balét, vedd a balét, vedd a balét! Sajnálom, hogy ilyen kevesen érdekeltek ebben a rendezvényben. Sokkal több fiatalnak kellene eljönnie. Bármennyire fáj is ez a fiatal rajongók, azok mutatom, hogy fordulnak el. Így. És már találnak egy másik példaképet maguknak, 2-3 év után, ha megnézed a Flort szegényt. Tehát 3 éve vagy 4 éve a legnagyobb császár volt, 780 haknia volt egy nap, és lépte nyomon ő folyt mindenhonnan, most meg buli esély szegény srácnak. Láttam, hogy vannak azért pár ezeren, de sokkal többen befértek volna. Finom a csirke, hideg az ital, de a meg zenék is szólnak. Felfújnak egy lufit, azt viszik, de a fiatalok előbb-utóbb kerestek maguknak mást. Mennyire félték egy Majka, hogy egyedül hagyott itt téged ennyi férfi között? Jaj, nem, mert azért vigyáznak rá, mint férfiak. Haverok szemmel tartanak. Persze. Magyarok vagyunk, van magyar zenénk, én szeretem és örülök, hogy van törekvés. Milyen bulvársztár vagy, bazeket, nem kapod el a pillanatot? Most léptem fel először a Kometten, és annyira jó érzés volt. Mit láttam? Mi van ezzel a bogéval? Jaj, hát tudod, hogy nem szeretek a magánéletemet. Én tudom éppen, ha már benne voltunk a sorban. Egyébként minden vidám, ne próbáld ezt a verekedésből kialakult űrt betölteni ezzel. Pusz. Mikor veszed el a szüzességet? 14 éves koromban. Mondták ezt, ne kérdezzem már azért is. Úgy kooperáltak, hogy minket, hogy jöhetnek a Majkáék. Mondom, júj de jó, ez lett a Majkáék, erre vágytam a világ életem, hogy én lehessek a Majkáék. Be fogok rúgni, ennyi. Ebben az évben Aurélióval fogok egy közös selfit. Ezt megígértem a Facebook 105 ezer lájkolójának, aki az én oldalamon van. 2014 Comet, az az eddig legjobb Comet. Igen, még oda szó. Bele. Ide hoznak egy verekedéshez, és nem csinálsz belőle hírt. Na, szóval ezért, na ezért nem lesz meg az 5 milliós nézettséged. A magazinnal. Várj, akkor nyomj egy káromkodást. Meg. És megvan! Jó, most meg annyi ismerős arcot látunk, ugye mindketten győriek vagyunk, úgyhogy tök jó, hogy találkozunk. Csak a győri! Csak a győri! Csak a győri! Curtis lelépett, hogy rohadjon meg ott, ahol van. Nem tudom, hogy hol van, úgyhogy most egyedül maradtam az italozáson. Halott pénzék nyomják, úgyhogy innent a kezem már csak jól lehet. Majd fel legjobb amúgy. Várjuk nagyon innet, meg holát. Én átadnátok? Tovább, igen. Nem. Ha megkínálnak. Akkor nekem. Fiatalok. Megkínálnak, nem? Megkínálnak. Mivel? Szombias, nem? Egy pár kör viszkivel. Ja. Úgyhogy utána már menne? Hát utána jönne. De többet már nem inna. Ezt a pólót is azért vettem fel, hogy ne dobjanak ki. Vagy ha kidobnak, akkor legalább tudják, hogy hova tartozom. Szerintem csapunk egy kört Danival. Szerintem én megyek haza aludni. Akkor vége.